Véget ért az iskola, ezért elkezdődtek a nyári táborok Zalaegerszegen. Így a Csúzda Parkba is hetente indulnak turnusok. A rekkenő hőségben a hullámmedencézés nem csak jó móka, a hűvös medencek közelében a gyerekek bármikor lehűthetik magukat. Országszerte harmadfokú riasztás van érvényben. Ilyenkor a strandon táborozóknak van a legjobb dolga. Levetköztünk, és utána leterigáltunk, és rátanultunk húzni, és most fürdünk. Nagyon jól érzem magam, meg még fürdök, játszok, és ugrálok. Fürdünk, csúszdázunk, hullámba bemegyünk, meg medencézünk, csúszdázunk, és ennyi. Az előrejelzések szerint a csúcshőmérséklet egészen csütörtökig 31-36 fok között alakul, néhol 39 fok is lehet. Ez különösen megterhelő még a vízpart közelében is, ezért a legmelegebb órákban bent játszanak a gyerekek. Hétfőtől péntekig tart, reggel 8-tól délután 4-ig, és hát a fő program az ugye a strandolás gyerekmedencében. Délutánonként benti szabad foglalkozás lesz, társas, foci az árnyékban, vagy filmnézés. Az időjárásra tekintettel a Nemzeti Népegészségügyi Központ javasolja, hogy senki ne legyen 11 és 15 óra között a tűző napon óvintézkedések nélkül. Erre a szabadban dolgozók és a kültéri rendezvények résztvevőinek kiemelten figyelni kell.